Miért ajánlod ezt a rendezvényt a szakembereknek? Hát elsősorban azért, mert Magyarországon ilyen még nem volt. Mind a célját, mind a jelentőségét tekintve ez eddig egyedülálló. Mi magunk is tele vagyunk várakozásokkal, kicsit izgulunk, mert szeretnénk, hogyha az ország első ilyen nagyszabású szakember találkozója valóban mindent megadna a résztvevő szakembereknek a fejlődésükhöz és a munkájukhoz. Mindamellett a programot illetően biztosra mentünk, nem rizikóztunk, számos felmérést készítettünk a rendezvény előtt, direktben a szakemberekkel, hogy tőlük tudjuk meg, hogy mi az a programcsomag, amiért hajlandók elszakadni egy napra a munkájuktól, esetleg a családjuktól. Szerinted miért lesz hasznos a szakembereknek ez a rendezvény? Én azt gondolom, hogy hasznos lesz számukra, mert a munkájukhoz nagyon sok segítséget fognak kapni, nagyon sok újdonságról fognak információkat kapni, illetve nem titkolt szándékunk, lehet, hogy most éppen egy ilyen kis titkot fogok elárulni, hogy a rendezvényen hosszú távú céljaink is vannak, hogy a szakembereknek a munkájukat, a megbecsülésüket és a társadalom felé való elfogadottságukat tudjuk növelni. És nagyon örülünk neki, hogy a média is érdeklődik a rendezvény iránt, tévécsatorna is jelen lesz a rendezvényen, illetve a Metropol kiadó, ő kiemelt média támogatónk is lesz a rendezvényen, illetve az azt követő hosszú távú terveinkben. Mire számíthatnak a szakemberek ezen a rendezvényen? Hát a rendezvényen rengeteg újdonsággal készültünk. Nagyon sokat dolgoztunk azon, hogy minél több újdonság és innováció megjelenjen, és a lehető legtöbb új terméket be tudjuk mutatni a résztvevőknek. Három teremben lesz majd előadás, az egyik az kifejezetten alkalmazás technikai terem, ahol ki is próbálhatják a termékeket a résztvevők. Lesz egy olyan terem, ahol a kiállítók fognak megjelenni, ott rengeteg innovációt, a legújabb termékeiket, ajánlataikat fogják bemutatni. A nagy teremben kiemelt építőipari szövetségek tartanak majd érdekes előadásokat, valamint Markovics Béla, az ügyvezetőnk fog egy előadást tartani, amiben egy meglepetéssel is készülünk. Ezen kívül a kiállítói térben 30 iparákhoz kapcsolódó kiállító várja majd a résztvevőket. Ezeknek a kiállítóknak a kiválasztásánál nagyon fontosnak tartottuk, hogy mind a minőségben, mind pedig a küldetéstudatukban egyezzenek a miénkkel. Megkértük őket, hogy a lehető legjobb ajánlattal készüljenek ezen a napon a résztvevők számára, hogy minél több egyedi ajánlatot vessenek igénybe. Hogy áll most a rendezvény szervezése? Utolsó fázishoz értünk, a 30 kiállító koordinálása zajlik, finom hangolásokat végezzük, nehéz munka, mert nagy létszámú vendéget várunk, több helyszínünk van, a kiállítótér, nagy előadó, szekcióterem, műszaki bemutatóknak a helyszíne, és az a fontos, hogy mindenki jól át tudja járni ezeket a tereket, megtalálja azokat az előadásokat, kiállítókat, ami neki fontos, ami szakmailag előre segíti, illetve van egy meglepetés programunk, amit szervezünk, a foci EB kapcsán lesz egy ügyességi játék, aki jól bánik a labdával, kisebb, illetve egy-egy nagyobb nyereményért is ringbe szállhat. Írják be a naptárba, és jöjjenek el 11-én. Jöjjenek el, lesz egy nagy bejelentésünk. A helyek vészesen fogynak, ne maradjon le ön sem. Garantálom, hogy a kiadós szakmai tartalom mellett azért a szórakozásnak is jut majd egy kis szerep. Ott találkozunk.